Sziasztok, Marika vagyok. Tudós csusza fog készülni, hát ahogy én készítem. Mert azt, ahogy az igazi tudós csusza hogyan van, én azt nem tudom, mert nem is néztem utána, nem mondom őszintén. Lesz, hát nem akarok olyan túlkeveset, inkább maradjon meg, majd megeszik a cicák, hogyha mi nem. Mert ugye nem szoktam olyan túl sok tésztát csinálni, de most úgy döntöttem, hogy egy kicsit több lesz, mert ugye én nem készítek hozzá levest, hanem csak ez lesz az ebéd nálunk. Ez a toró, ez 220 g, ez egy napra lesz, én ezt úgy szoktam csinálni, hogy már azzal kezdek, de most elmaradt. Annyi gondom van most, hogy komolyan se tudom mondani. A laptoppal, mindennel, hogy komolyan teljesen oda vagyok. A laptopomat felújítottam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy még egy esélyt adok neki, úgyhogy SSD-t, meg RAM-ot, meg nem is tudom én, miket rakottam bele. Meg kitisztították, meg minden, úgyhogy így nem volt drága, most még akkor azt mondják, hogy kitart egy-két évig. Úgyhogy ezt csináltam, meg aztán szépen a videóvágó, meg ugye a Windows 10 lett rárakva, és akkor az, amivel a videókat eddig vágtam, az a programom, az szépen eltűnt, mert az a Windows 7 és a 8-hoz van, a Windows 10 azt nem támogatja, ami meg lenne, ugye az fizetős, nem is jártam utána, mennyit kellene fizetni, lehet, hogy nem is kellene sokat. Úgyhogy most valahonnan szerválnom kell egy videóvágó programot, mert azért ezzel is össze tudom állítani a videót, de nem tudok vágni, úgyhogy ilyen vágatlan videókat láttok, amin van benne olyan is, amit nem kéne, hogy lássatok esetleg. Mint például most itt nem fogok itt, mondjuk, hogyha ezt nem akarnám, ugye, és akkor kivágnám onnan, de nem vágom ki, mert most lisztes acskóval raktam ide a lisztet. Meg ilyenek, na, meg mikor láttam egyik videóban, hogy itt a pad, ugye ez egy pad körbe az asztalnál, itt ide szoktam lerakni a receptes füzetemet, az mindig nyitva van, csak amikor jönnek az unokák, akkor rárakom. Az is ott látszott, hát mondjuk jó van, de ilyen a konyhám. Na. Úgyhogy ilyenek történtek nálunk. Aztán most el vagyok keserédve, hogy nem tudom most olyan, úgy meg vagyok egy kicsit zöttyenve elvégett. Ja, és a névváltoztatást, köszönöm szépen a sok hozzászólást a névváltoztatáshoz. Hát én el is döntöttem, hogy mi legyek, ha változtatok nevet. Aztán képzeljétek el, hogy úgy jártam, hogy valahogy egy kicsit bonyolult lenne megoldani, mert kellene egy másik fiókot, mert nem is tudom, hogyan olvastam, hogy hogyan kellene megoldani, hogy a nevemet meg tudjam változtatni itt a YouTube-on, de amúgy meg a nevem a Google-ba ugyanaz maradjon. Aztán egy kicsit nekem az bonyolultnak tűnik így. Hát majd lehet, hogy valamikor megcsinálom, mert találtam egy jó nevet, hát nem azok közül, amit írtatok, de nektek is tetszene, csak mondom, hát most így nekem egy kicsit bonyolultnak tűnik. Esetleg, ha valamelyetek ért hozzá, ha nézne olyan közületek, aki ehhez ért, az, mert meg ugye nem név lenne, hanem csak egy ilyen, mint például ugye a Szoki konyháján, ahogy Szoki konyhája. Na, nálam is valami ilyesmi lenne, sőt három betűs, vagy három szó, és ugye úgy meg már még bonyolultabb. Na, mindegy, nem is választalak ezzel benneteket, majd megoldom, csak mondom, elmondom, hogy azért köszönöm a sok hozzászólást, mert tényleg nagyon aranyosak voltatok, olyan jó neveket le is írtam, mondom, ezek közül aztán bőven tudok választani, de hát nem. Nem lesz belőle semmi, megmondom, találtam egy ilyen jó nevet, az tetszene nektek is, de most ez történt. Jaj, hát már kétszer mondom. Na, akkor
Köszönöm a sok feliratkozást, ha már mostanában olyan kevesen iratkoznak fel, hogy meg is vagyok ijedve, hogy majd nem lesz feliratkozom, de mindegy, pár darabnak is örülök, meg hát mindegy, úgyis kedvelésből csinálom ezt az egészet. Minden olyan szazsunál is hallottam, hogy a kislányának a csinálta, hát én is pont úgy kezdtem, hogy a lányom mondta, hogy milyen jó lenne, ha lenne róla videó, ahogy én főzök, meg csinálom, hogy pont ugyanabba a cipőbe járok én is, aztán most már így jól belebonyolódtam az egészbe. Úgyhogy már itten családtagok vagytok nekem. Na, akkor most már beszéljünk erről a tudós csúszáról, ami az én tudós csúszám, nem tudom máshogy csinálja, lehet, hogy nem is ez a tudós csúsza. Ugye lesz a túró, én ezt úgy szoktam, hogy megtöröm, és akkor megsózom. Csak én reggel korán szoktam csinálni ezt, hogy egy kicsit száradjon is meg, de most ez egész jó minőségű túró, úgyhogy meg szoktam sózni, nem sajnálom tőle a sót, mert a túró úgy jó, hogyha jól meg van sózva. Aztán majd még rásózunk. És akkor ezt én el szoktam tenni egy szekrény tetejére, de most nem fogom. Na, lemértem a lisztet, az 650 vagy, még egyszer lemérem, hát már felejtettem, annyit dumálok. 660, akkor 650, 1-2, 650 gram. Ez a szalonna pedig 154 gram. Jó, ezt a bőrét ezt lehúzom, úgyhogy akkor azt úgy vegyétek, hogy bőrössen 154 gram. Akkor lesz hozzá a kettő tojás, ennyi liszthez. Meg hát ugye a só az mindenki vagy a téa, vagy a liszthez rakja a sót, vagy a főzővízbe. Amelyitek, ahogy gondolja, mert ugye már vannak így mácsikok, ugye ez is egy tészta lesz. Fönt a videóim között megtaláljátok, ahol ugye mondjátok, hogy vagy odaírtátok, hogy a főzővízbe rakjátok a sót. Hát úgy is jó, persze. De jó így is. Vagy mind a kettőbe egy kicsit. Na, én ezt most meg fogom vagdalni nagyon vékonyra. Még azt mutatom, hogy én úgy szoktam, hogy megkapargatom, hogy így ez a füstölt rész innen azért egy kicsit menjen le, hogy ne legyen annyira füstös. De ez nem házi, már mit tudom én milyen szalonna ez, mert ezt úgy vettük. Nem mi füstöltük. Hát azok jobbak, hogyha az ember maga füstöl, mert ez lehet, hogy csak ilyen, lehet, hogy csak ilyen füstpatronos, vagy mit tudom én. Hogy hogyan húzom le a bürkéjét, ezt fogalmam nincs, mert már csináltam így is, úgy is. Lehet, hogy úgy, hogy vékonyan vágom, és akkor így lefeszítem róla. Jó vékonyra szoktam fölvágni. Minél előbb megpiruljon. A bőrét is bele lehet rakni addig, amíg sűr ez a szalonna, aztán akkor abból is jön ki íz. Na, ezt megcsinálom így mind, és akkor így egymásra rakosgatom, és akkor ilyen, még így is ilyen kis picikre. És azért nem teljes betorra szoktam szárítani, meg ha túl sok zsír kisül belőle, akkor abból kiszoktam venni, hogy vagyis hát kiveszek. Miket beszélek, meg hogyan? Kiveszek, hogy azért ne azzon szét a tészta a sok zsírtól. Hát valahogy így. Megpirítom, majd mutatom. Most úgy fogom csinálni, hogy egy ilyen pupos teáskanálsót a tojáshoz burítok, és akkor felverem a tojást. Megszitálom a lisztet, ide készítek, 267 g van benne ebbe a kis
üvegbe vizet, langyos vizet, és vagy remélem, hogyha marad, de mindenki úgy csinálja, hogy puha ne legyen az a tészta. Hát, amilyen keményre tudjátok. Várni ezt a tudós csúszának a tésztáját, ezt igen vékonyra kell nyújtani, mert akkor buszta. Hogyha vékony, aránylag, hát nem egy vastag granatérnál, hogy vastagabbat szoktam, ha jól tudom. Aztán tudjátok, ahogy sikerül, hát annyira nem kell szőrözni, egy helyre megy. Vagyis hát annyira nem kell, mert ez olyan vasiassan beszélek ám, mert most már úgy megszoktam ezt a videókészítést, hogy nem is figyelek arra, hogy én szépen beszéljek, csak ahogy jön itt a konyhába. Ne, konyhába. Úgyhogy én nekem ezt nézzétek el, mert én már megváltozni nem fogok így öregségemre. Nem fontos ám megcsinálni, csak ha akarjátok, hát csak nincs benne semmi, valamikor van. Tegnap voltunk Szombathelyen, akartam venni ilyen szűrőt, mert ez már egy pici valami volt az alján, de lehet, hogy az is átmenne. Ez már van 40-valahány éves, hát azt hiszem, hogy lehet kapni normálisat, de hogy lehet. Ilyen nagy... Nagy dögök vannak, ami műanyag, nem akarok filmet venni, mert ugye az hamarosdásodik. És már itt az oldalánál már szakad le ez a műanyag. Hát már rosszan vegyem meg. De nézzétek, hát ilyen takolmányos. Másiknak meg eltörött itt a nyele. Úgyhogy vagy megreparálom azt ilyen valami megoldással, vagy... De tényleg kell vennem olyan vacakot, amit nem szeretnék, mert az igaz, hogy ez már 1000 éves, 40 biztos van, vagy még több. De hát nézzétek meg, hogy bírja. A mai már úgy veszem meg, hogy rossz. Közepével bele huppantom. Öntöm a tojást. Ugye van benne a só. Egy kis vizet öntünk bele, hogy a összes tojás kijöjjön. Aztán lehet, hogy ennyi elég is lesz. Ennyi víz. Ki tudja. Hát ezt nem szoktam mérgetni. Azt lehet, hogy nem mondtam, hogy ez a tészta, ez 2 napra van ám. Nekünk 2 személynek 2 napra. A turó az 1 napra, mert a felét azt betettem a hűtőbe, mert most 2 napig esszük ezt az ételt. De holnap nem érek ér rá. Valamit sütnem kell holnap. Ugye nem jó dolog, hogy én mondom, hogy most milyen nap van, mert ti meg látjátok, például most is, most figyeltem föl erre jobban, de már egyszer mondtam, hogy így nem csinálom többet, aztán mégis járatom a számot, hogy mondom, hogy holnap jönnek a gyerekek, és akkor ugye ez keddi napon meg felrakom a videót. 2 hét múlva rá. De hát mindegy, igazodjatok el rajt. Valahogy. Úgy is gondolhatjátok, hogy nem tudok egy 2 napos videót egyszerre fölvenni. Ezt össze-vissza kell vágni. Össze kell illeszteni. Úgyhogy nem úgy van, hogy most nekiállok, aztán veszem föl. És akkor megszakítás nélkül van az. 2 napig egyfolytában. Úgyhogy... Meg még ugye föl is kell tenni a YouTube-ra, úgyhogy nem úgy van, hogy megcsinálom, mint ha valaki élőadást adna, aztán akkor csak végzett, aztán már ott is van akkor a videó, ugye. Meg hát akkor is látni, mikor megy az élőadás. De hát élőadást én nem fogok. Na, biztos. Na, itt ezt összegyúrom, és kinyújtom. Hát azt nem mutatom, hogyha valakit nagyon érdekel, hogyan kell sodorni meg nyújtani, akkor nézzétek meg egy másik videónál, mert úgyis el van az annyira nyújtva, hogy nem akarok még egy videót is ezzel, jó? 36 g víz maradt, úgyhogy majd kiszámoljuk, most nem tudom mennyit mondtam, 260 vagy valahogy így, hogy mennyi volt a víz, mert nem emlékszem rá.
36 gram maradt, most pihentetem a tésztát, ugye az mindig fontos valamennyit pihentetni, de nagyon kemény lett, úgyhogy lehet, hogy több víz is belement volna, majd kínlódhatok a nyújtással. Amíg a tészta pihen, addig megpirítom a szalonnát. A bőrt is beledobtam, látjátok, itt van így lefelé fordítva, olvadjon le róla, ami még rajt maradt, hogy hát süljön ki belőle. Hát ugye ez két napra lesz ez a szalonna, de lehetne ám több is, de hát ennyi. Ennyi, több mondott a férjem, hogy ennyit rakhatok bele. Meg hát láttam is, hogy ami még van a hűtőbe, mert a hűtőbe tartó, úgy vesszük, ugye, az füstöltebb, meg húsosabb, úgyhogy az nem is lenne annyira jó, mert jó, hogy ilyen kis, ugye mutatok. Látjátok, ilyen kis guszta, középen van egy kis húscsik, mert ugye ahogy megsül, az a hús ott elég kemény lesz. Úgyhogy jó, ha van egy kicsi, de ne legyen sok, mert aztán fogunk beletörik. Csak úgy járom, mint én, hogy mehetek a fogászatra új koronát csináltatni, mert letörött róla egy darab. És ugye nem vállalnak egy korona reparálást, nem is szedik le, úgyhogy három fog, az aztán lesz egy pár jó tízezer. Jó pár tízezer. De hát mindig van valami, tudjátok, ilyen az élet. Mindig valamire költeni kell, de az ember magát ne hanyagolja el. Inkább a cigit meg a piát kell elhagyni, mind az egészségünket. Engedni, hogy menjen tönkre, hát az mindenképpen arra figyelni kell. Látjátok már pirót? Hát persze aztán mindenki azt csinál, amit akar, én is dohányoztam 25 éves koromig. Aztán akkor szépen abbahagytam. Megláttam, hogy milyen lesz a tüdő, aztán vagy olyan lesz, vagy nem, de elég sokan meghalnak tüdőrákba. Vagy dohányzásból kifolyólag, vagy ki tudja miért, de inkább adjuk meg a biztonságot magunknak, inkább ne csináljunk ilyeneket. Ha meg tudjuk állni, ugye, mert sokan nem tudják leküzdeni a szenvedélyüket. Ez is agyba dől el, ugye. Ha az ember elhatározza, hogy most pedig ezt csinálom, akkor meg tudja csinálni. Én láttam a tévében egy filmet, ugye, ahogy mondom, hogy milyen lesz a tüdő, többet soha életemben nem gyújtottam rá. Egyszer megpróbáltam, olyan rosszul lettem. Addig se voltam erős dohányos, ugye, mert a lakásban nem dohányoztam, csak kint, mert a férjem az nem dohányzott soha. Ebből a zsírból, ebből kell kivenni, mert itt annyi kis sül, hogy ez sok lesz, így valamennyit majd kimerek belőle, aztán majd valami máshoz elhasználom. És nagyon nem szabad megpirítani. Én is most már kislángra raktam. Mert ez már szinte kész is. Szerintem kész is, el is zárom, mert akkor meg elégetem. Többére is húzom, mert ugye még meleg. De úgy elég áll, mint a pinty, ezt a már is eltettel lesz, majd megmondja a férjem, hogy mit csináltam. Hát körülbelül ilyen állagúnak kell lenni. Ez már lehet, hogy túl is sült. De úgy nézem, hogy mégse kell kivennem zsírt, mert ugye a tészta nagyon sok. Úgyhogy jó lesz ez így. Úgyhogy nem kell kivennem zsírt, elég lesz ez. Tehát nagyon hamar megpirult. Most ez meg is fog száradni, meg fog keménykedni, de majd ha a tésztát ráburítom, az megpurítja. Úgyhogy és akkor jó lesz. Ezt a bőrt még hagyom benn. Még lehet, hogy a férjem arrahagja már össze. Az ilyeniket megeszik a... Talán majd a tészta fölpuhítja. Mert már rendesen lesült róla a zsír, látjátok. Na jó van. Hatalmasra kinyújtottam, hát el kellett volna vágnom kétfelé, mert így nem lesz valami vékony a tészta.
De jó van ez így. Aztán, hát olyan 70x60-os lehet ez a gyúrótábla, ami itt lóg, látjátok, lefelé, úgyhogy úgy takaríthatok. Úgy is akarok ma, úgyhogy mindegy. No, már kezd forni a víz, összevagdalom és főzöm. Most úgy csinálom, hogy elfelezem még összevagdalás előtt, és akkor nem kell utána méregetnem, és akkor felemegy holnapra. És akkor, hát, fölvagdalom, mit tudom én, ilyen 2 centis darabokra. Aztán, meg ahogy sikerül, tudjátok, levágom középen. Nem igen szoktam én bele szőrözni. Ha most ne legyen olyan igen nagy, akkor ezek ilyen 2x2 centis kis darabok lesznek. Na ez már van 3 centis. Ami még alatta van, mert ugye nem egyforma, az lesz ott 1/2 centis is. Hát ez nem volt, itt tudjátok, ami egyforma, hanem össze-vissza. Van itt mindenféle méret. A minitől, a nagyig, ahogy sikerül. És ezt ugye kétszer főzzük ki, már ha egyszer beledobom, akkor nem olyan jó. A vízbe is tettem sok, nem tudom, említettem-e. Most belerakom ebbe a szűrőbe, vagy mi ez, és akkor leszitálom róla a lisztet. Hát amennyire jön, sok nem jön le. Hogy ez ne menjen bele a vízbe, mert akkor a következő tésztát az fix, hogy nem tudom belőle, vagy benne kifőzni. Hát ennyi jött csak le. És akkor sózsvízben most megfőzem. Azt úgyis tudjátok, hogy kell, ugye? Beledobjuk, kevergetjük, a följön a vízszínére, akkor még 1-2 perc, a boltit az 10 perc, a házit az csak 1-2 percig kell főzni. Most úgy döntöttem, mivel nem volt olyan igen sok az a szalonna, megesszük azt egy nap. Úgyhogy ma turos csusza lesz, holnap meg turos metélt. Ugye a turos metélt az ugye egy kicsit más, az csak zsíron vagy olajon megfuttatjuk, és akkor ugye turót, mikor föl van melegítve, turót szórunk rá, tejfölt, én csalamádéval szoktam enni, azzal szeretem, vagy van, aki cukorral, na majd mutatom azt is. Ezt pedig úgy szoktam fölvagdalni, hogy egy kicsit beszoktam így lisztezni, és akkor ide rakom a kezem, és akkor hogy sikerül. Kicsit így behajtom, hogy a körmömet ne vágjam le. Aztán ide szoktam szélőre húzni, csak most igen szélesre vágtam, aztán akkor tudjátok így, nem tudom látni. Így csak rányomom. Késem nem a legjobb, mert ugye hosszabbnak kéne lenni, mivel széles. És ennek nem kell olyan igen vékonynak lenni, ahogy sikerül. Vannak vékonyabbak, vastagabbak, ahogy sikerül. Ha éles a kés, akkor lehet jó vékonyra. Közben fűr a tészta. Új vizet kell raknom, mert ez annyira habos volt, hogy ez a vágás, ez már akinek igen ízületes az ujjai, azoknak nem jó, mert látjátok, mennyire kell feszíteni felé. Várni, hogyha nem olyan nagyon éles a kés. Vannak, nekem is van ilyen metélt vágom, de én nem szeretem. Míg azt ide pakolom, addig arra már én végeznék. Legalábbis ugye már történt ilyen, úgyhogy tudom. Na, szép lett, ugye? Kicsit vastag. Na jó lesz az úgy. Megfőztem ezt a metéltet is, mert ezt holnap úgy tálalom, hogy
megmelegítem, és akkor a turót ráborítom, ugyanúgy, mint most majd erre, amit most eszünk, és akkor ugye kiporciózom, és mindenki rak tejfölt rá, vagy cukrot, vagy hát én csalamárdéval eszem, úgyhogy ezt nem fogom már mutatni, így ahogy elmondtam, így csináljuk, úgyhogy ez, ahogy gondoljátok, de így finom. Már a csuszára meg ráöntöttem a turót. Nem tudom, milyen turó volt ez, mert eléggé összekapta. Máskor nem szokta. Lehet, hogy mindig markásra volna a vacakabb. Na és akkor... Itt a tejföl, nem is vettem ki a pohárból. Ide dobok egy jó kanállal a tetejére. Csak akkor megkóstolom, jó? Finom. Nagyon finom lett. Egy kis sok erre. Most az igazi. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a hosszú videót. Hát nem tudom, milyen hosszú lett, mert most sikerült egybe fölvennem. Ha gondoljátok, készítsétek el így, ahogy én, vagy ahogy ti szoktátok. Mert én nem tudom máshogy készíti, megmondom őszintén, lehet, hogy nem is láttam még senkinél. Olyat láttam egyszer egy főzőműsorban, hát nem tudom hány éve, az Ördög Nóra csinálta. 1000 éve volt az már, hogy még sütőbe betette, ugye így készen, tepsivel sütőbe. Ha jól emlékszek, azt hiszem, ő volt. Még egyszer köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Sziasztok!